A vízcsapok mellett zárd el, a villanykapcsolók mellett kapcsold le felirat figyelmeztet a takarékosságra Pakson az energetikai szakgimnáziumban. Ide is ellátogattak azok a nemzetközi szakemberek, akik a Together program partner találkozóján vettek részt az Erzsébet nagy szállodában. Szemléletformálással kíván energiatakarékosságra nevelni a 2016-ban indult program, melyhez az Atomváros 11 intézménnyel csatlakozott. Mindannyian úgy vagyunk vele, hogy lekapcsoljuk a villanyt, elzárjuk a csapot, de ezt tudatosítani kell, ezt a mindennapokban újra és újra fókuszba kell helyezni, és sokan meglepődnének, de ilyen egyszerű kis apró dolgokkal 10-20, akár 30%-os megtakarításokat is el lehet érni. A nemzetközi programban résztvevő olasz, lengyel, cseh, szlovák, szlovén és horvát szakemberek épp az ESZI-ben tanulmányozzák a mindennapok gyakorlatává vált környezettudatos, energiahatékony életmód és épülethasználat elveit, és azt, hogy mindezt hogyan ismertetik meg a diákokkal, pedagógusokkal. 9 épületben dolgozunk, köztük a kollégium, és itt az egyik épület tetején, az egyik műhely tetején pedig napelemek vannak, ugye ezek napkollektorok. Horvátné Szűcs Marianna, intézményfenntartó alapítvány ügyvezetője vitte körbe a vendégeket az épület együttesben. Mint elhangzott, egyre csökken a villamos energiafogyasztás az ESZI-ben. Az épület víz, gáz és áramfogyasztását méri, rövid időintervallumokra lebontva az okosmérő, melyet úgy fél évvel ezelőtt szereltek fel az ESZI-ben, valamint a Városházán, a kormányhivatal épületében, összesen 11 paksi intézményben. Ezzel a rendszerrel tesztelik a magatartás és hozzáállás megváltoztatásából eredő megtakarításokat. Az olaszországi projektben 140 épületet tesztelnek Treviso megyében. An improvement that can be in some way foreseen. Tesztelés ékesen bizonyítja, hogy ez a 9%-os megtakarítás az elérhető azáltal, hogy az épület használóknak a magatartását változtatjuk meg ezekkel a kijelzőkkel, mutatjuk nekik, hogy mennyi a fogyasztás, illetve egy-egy cselekedeteik mivel befolyásolják az épület energetikai fogyasztást. Important energy savings can be made and can be measured.